Ebben a kísérletben egy rugalmas kötél segítségével állóhullámokat hozunk létre. Ez egy egyorsós állóhullám, a kötél két végén csomópont van, a közepén duzzadóhely. És ha sikerül, akkor áttérünk egy szaporább változatra. Ha kell, meg is állíthatjuk. Most a kötél közepén látszódik a csomópont. Akkor áttérhetünk a hármasra, hogyha sikerül. Jaj, de szép! Tehát két csomópont középen, két csomópont a szélén. A következő kísérletben a gumikötélen haladó hullámot hozunk létre, zavar formájában, és megfigyeljük, hogy a haladó hullám végigterjed a kötélen, a másik végén, amelyik rögzítve van, pedig visszaverődik. Ha fölfele indítjuk, akkor fölfele tér ki, hogyha lefele indítjuk, lefele tér ki, megfigyeljük, hogy a visszaverődés a másik oldalon történik, mivel rögzített végről következik be a visszaverődés.